Mindenkinek egy szép jó napot kívánok, és remélem, hogy most ha nézitek a videómat, nálatok is ilyen csodálatosan süt a nap, mint itt a Genfi tón. Ha meg nem süt, akkor csak azért ne süssön, mert hogy már este van és sötét. Ez lesz mind egy nagyon fontos étrend videó, az legfontosabb, mert most 16-17 év után húzok egy vonalat, és elmondom a tapasztalataimat, és számomra elmondom nektek ebben a videóban, hogy számomra melyik a legjobb étrend, akár tömegelésre, akár a diétázó. És nem csak nekem, hanem mindenkinek tapasztalatból. Az időszakos böjt, intermittent fasting. Ez a csúcs étrend, ha fogyni akartok, ha hízni akartok, izomtömeget akartok felszedni. És most el fogom egy pár percig mondani, hogy miért. És majd a végére elmondom, hogy én meg ugye április első óta nem eszek húst, egyszer ettem. Ez a csúcs számomra, de ez nem azt fogja jelenteni, hogy nektek is ezt kell csinálni, hogy vegánul vagy vegetáriánusul kell nektek étkezni. Nem, ez csak egy plusz lesz, majd elmondom, hogy az miért jó. Az időszakos böjt, az intermittent fasting miért számomra a király étrend, ha gyúrósak vagytok, ha nem gyúrtok, ha csak kardiózni mentek, ha csak akármit csináltok, miért annyira jó, megmondom. Először is, mert adtok az életeteknek, ami az étkezés illeti, egy keretet. Minden nap azt mondjátok, hogy 16 órát esztek, de elsőre kezdjétek el, vagyis 16 órát nem esztek, de elsőre kezdjétek el azzal, hogy nem esztek 14 vagy 12 órát. És abban a 10-12 órában meg esztek. És minden nap kb. Az egyforma időben kezdtek el enni, és kb. Minden nap az egyforma időben kezdtek el eszitek az utolsó étkezéseteket. Szóval én most például úgy csinálom, és nekem se mindig az van, hogy pont 16 órát nem ettem, néha 14 órát bőtöltem, csak utána megint eszek. De átlagban legyen ez a 16 óra meg. Én úgy csinálom, hogy kb. Déltől este 8-ig szoktam enni. Szóval 8 órát adok magamnak, hogy ott megeszem azt, amit egész nap megennék. És miért fantasztikus ez a szakított böjt? Azért, mert ha adsz a szervezetednek egy ilyen kb. 16 órát, akkor olyan folyamatok kezdődnek el a szervezetünkben, ami nincs, ha 2-3 óránként kajálsz, és csak ha alszol, nem eszel kb. Kell egy 16-14 óra böjt ígyomból, hogy megemelkedik a saját növekedési hormon termése, szóval többet termel a saját testünk, több növekedési hormon, mivel nincs inzulin kibocsátás, ilyenkor 16 órán át égetünk egy zsírt. Szóval sokkal magasabb és effektívebb a zsír égetésünk. Ez akkor is jó, ha diétázunk, de akkor is a tömegelünk, mert a 8 órában bár megesszük azt a sok energiát, kalóriát, ami kell a tömegeléshez, de utána adunk a szervezetünknek egy 16 órát, ahol égetünk egy zsírt. Szóval szágásan is tudunk tömegelni. És ebben a 16 órában a vízhajtás is nagyon jól megy. Szóval az a víz, ami a bőr alatt van, ha akarunk még szákásabb lenni, ki fog menni, mert a 16 órában mit csinálunk? Vizet iszunk nyilván, meg olyat iszunk, amiben nincs kalória. Szóval olyat igyatok, ha isztok kávét, cukor nélkül, tej nélkül. Fehérje ilyenkor nincs, aminosav sincs. Szóval minden, amiben van kalória, zéro. És ebben a 16 órában nyilván sokat megyünk a moldóba, pisilünk el, és ez a jó. Nagyon sok vizet tudtok hajtani. És ami számomra még egy ilyen csúcspont, egyszerűen tudjátok, hogy mi? Hát az, hogy képzétek el, hogyha 16 órán át nem esztek, mekkora az energia szintetek. És ez is egy tévhit, biztos ti is ezt mondjátok, hogy de akkor nincs energiám. Hát abban a 8 órában megeszitek azt, amit egész nap megennétek. Az elején kicsit nyilván macerás lesz, hogy többet kell enni 8 órában, szóval a tömeg egyforma, de az időkeret az ugye kisebb. De ha ezt megszoktátok, akkor például nagyon sok embert ismerek, meg én is, ha délelőtt dolgoztok, vagy mentek edzeni, és déltől esztek, vagy kettőtől, akkor ugye égyomosan edzetek. Aki ezt egyszer csinálja, és különben reggelizik, annak ez furcsa lesz, és szédülni fog, és szarul fogja magad érezni, mert nem szokta meg. Adjatok magatoknak egy-két hetet, és rááll a testetek, és imádni fogjátok. Az edzés sokkal több energiátok lesz, hiszen tudjátok, hogy egy emésztés mennyi energiát igényel? Energia, ami hiányzik utána.
edzémetek. Tudjátok, hogy mennyi energiát igényel, és hiányzik, ha dolgozni kell, ha gondolkodni kell. Szóval sokkal kreatívabbak vagytok, és nekem is vannak vendégeim, akik délelőtt úgy teszik, délelőtt úgy dolgoznak, hogy akkor nagyon produktívok, és utána már észreveszik, hogy délután esznek, és már nem annyira. Szóval sokkal hatékonyabban is tudtok dolgozni. Szóval ez kihat mindenre, nem csak az edzésre, a munkátokra is sokkal jobban fog menni. Nekem ez egy csúcs érkezés. Most a végére el szeretném mondani, hogy miért egyetek, amennyire csak megy, kevés húst. Nem azt mondom, hogy sohase, de hogy tényleg kevesebbet. Ez a heti, vagyis napi fél kiló hús vagy több, tömegen is ne kelljen. Én azt mondom, hogy 80% egyetek növényi termékeket, növényi szénhidrát, oké, abból csak úgyis az van, de növényi fehérjét is, és egy 20% legyen állati. Az emésztés sokkal jobban fog menni, ez is megint energia. Egyszerűen nekünk természetből egy olyan felépítésünk van, ami inkább növényi étrenden van. Nekünk hosszú a belünk, a testünkhez képest 4-5-6 méter hosszú is lehet. Lassan megy át a kaja. Nézzük meg egy ragadozót, aki húst eszik. Oroszlán, annak sokkal rövidebb a bele, mert a hús sokkal gyorsabban megy rajta át. A hús savas környezetet igényel. Az állatevőknek savas. A gyomruk nekünk meg lugos. Ezek is apró kis jelek, hogy inkább növényi kaját együnk, mert az a természetünk. Nem szabad nyilván az extrémre esni, hogy sohasem, ha megkívánod a húst, egyed. Ha heti 2-3 szelet húst, egyed. Ha napi megeszel egy kis szelet húst, egyed. Csak ne az legyen, amit sokáig én is hittem, hogy gyúrni akarsz, fél kiló hús, egy kiló hús, nem. Szóval nekem ez a tökéletes étrend, a szakított bőjt, 16-8-ra kezdjétek el, szóval 16, szóval egy nap az 24 órából áll, 16 órában nem esztek, és nem isztok olyat, ami megszüntetné a böjtöt. Szóval azt mondják, hogy 30 kalóriáig a böjt nem szakad meg. 30 kalóriát, szóval elvileg, ha isztok egy kávét, egy kis tejjel, és nem szakad meg, de ha biztosan akartok menni, akkor 0-0 kalória. És egy kis kevesebb húst, visszaveszitek húst, még magasabb lesz az energiaszintetek, és a húst mivel lehet pótolni? Van növényi fehérje, rizsből, csicseri borsó, zabból, stb. Vagy egyetek, néha, de nem sokszor, néha heti egyszer-kétszer tofut, az is nagyon szépen pótolja a húst, csicseri borsó, kínó, tudom, ezek kicsit drágábbak, de alapból is azt vettem észre, hogy ez a, ha 100 kg vagy, akkor nem kell neked a 100 kg vagy a dupla, szóval a 200 g fehérje. Szóval 2 g per 1 kg testsúly, nem kell, hogy izmosodj, nem kell. Próbáljátok ki másfél kg vagy, elég. Én most például nem számolom, és néha csak 100-120 g fehérjénél vagyok, és az izomzatom ugyanaz, erőben is ugyanolyan jó vagyok. Én azt tapasztalom 16 év után, hogy az legfontosabb, hogy legyen energiát, a szénhidrát, egyél jó szénhidrátot, sok növényi terméket, ami természetes és jó lesz. Összefoglalva azt szeretném nektek mondani, szakított bőj, 16-8-a csúcs, több energiátok lesz, sokkal többet tudtok a 8 órában enni, és mégis lefogytok. Sokkal többet tudtok a 8 órában enni, és mégis úgy fogtok tömegelni, hogy izom jön rá, de szálkásan, fantasztikus. És ha úgy kezditek napotokat, hogy kardioztok, akkor még több zsírt égettek el, így gyomlosan, és utána esztek. Szóval én, ha tehetitek, a 16 óra végére tegyétek a edzéseteket, a kardiót, vagy olyan időpontokat, ahol például nagyon termékenyek és produktívok akartok lenni, ami a munkát is illeti, akkor dolgozzatok sokat, amikor még így gyomlosak vagytok. Szóval ez számomra a szakított bőjt plusz tényleg minimális hús, minimális állati termék, a csúcs étrend mindenkinek. Ha edzel, ha nem, ha csak dolgozzol fiatalnak, idősnek, nőnek, férfinak. Osszátok meg ezt a videót, én azt szeretném, hogy minél több ember próbálja ezt ki, legalábbis, és adjatok magatoknak 1-2 hetet, mert annyit tart, hogy átálljon.
És tényleg szabály numero uno, 16 órában, vagy ha elsőre 14 órában nem esztek, tényleg zéro kalória, hogy ne szakadjon meg a bőt. És abban az időben, ahol nem esztek, abban a 14-16 órában, igyatok sok folyadékot, és akkor nem is esztek, éhesek, csak nyilván egyfolytában mentek a mosdóba. Tisztítás, vesetisztítás, akkor tényleg a sok energia, ami elmenne arra, hogy megemészje a kaját, ez az energia másra megy, tényleg. Arra, hogy a sejtek felújulnak, növekedési hormonok sokkal jobban lesznek kibocsátva, soha megemelkedik, csúcs, áradozni tudok, csak jót tudok erre mondani, legalábbis próbáljátok ki, mindenki, ez nekem a csúcs étrend, diéta, tömegelésre, mindenre. Ennyi volt a videómból, ha akartok még ilyen kis étrend tippeket, lájkoljátok, és akartok támogatni továbbra is Genius Nutrition-en, CH12 a kódom, és köszönöm a kommenteket, a lájkokat is, és aki nem tette, iratkozzon fel! Ennyi volt, és elköszönök a szép Genfi tóról, ezt még mind nem tudom, tóról, mind a hármat mondom, egyik biztos jó, és hello!